És ide tölt, és egy Mazda Prima szét előttem, egy 2002-es autó, egy nagyon szép állapotú jószág, és ráadásul tűzpiros színben van, mindjárt meg fogom mutatni, 162.000 futott mindösszesen, vadul vágódik a mutató, annak ellenére, hogy ez egy DITD motor, 101 lóerős. Van ABS-ünk, és van két darab légzsákunk itt elől, de itt az ülésekben is van, úgyhogy összesen 4 darab légzsák vigyáz ránk, eredeti kulcsai megvannak az autónak, manuális klímánk van, ilyen pohártartók, meg ilyen érdekességek vannak benne, egy igazi jó kis tágas családi autó, nagyon szép szürke, szövetes a belső része az autónak, nincsen kikoptatva, szétülve, úgyhogy garantáljuk nyugodtan, hogy el lehet jönni, nem fog senki. Mint azt, hogy jújjújjúj, ezért kellett eljönnünk. Ezért kellett eljönnünk, mert nagyon jó az autó, megvan a gépkönyve, szervizkönyve, mindene a kis szerkezetnek, és állítható mindenféle módon szerelhető ki be az ülés is, úgy fantasztikus csomagteret lehet kialakítani benne, hátul ilyen a feliratok, és ki is nyitom, hát jár a motor, látjuk, hogy nem füstöl egy szemet se, nem is szabad neki, hiszen nem futott sokat az autó, valószínűleg ugye kellemes és jó állapotú az a kis szerkentyű. Így néz ki a hátsó csomagteretet, lehet bele pakolászni, rámolászni kényelmesen, tehát tényleg tetén is van egy tetősín, erre lehet még tetőboxot, egyebeket szerelgetni. Elő a kötvényszóró, amit találtam még extrát rajta, jó gumik vannak rajta, és szép a gyári alufelnyő, ugye nincsen lepatkázva, mint némely társai. Az automocia nagyon szépen ketyerészik, itt is látszik a karbantartásnak, 2013-as 144.000-nél, Mazda szervizes, ahogy látjuk, úgyhogy garantálni merjük, hogy az autóval, aki ezt megveszi, az nem fog rosszul járni, úgy gondolom, hogy én ennyit tudtam hozzátenni, várjuk Önöket, vagy várjunk benneteket, gyertek be az M3 Autóparkba, sziasztok!